A mostani alkalommal pontosabban úgy kezdem, inkább, hogy az előző alkalommal arról volt szó, hogy milyen költségek fognak felmerülni akkor, hogyha a lakás eladásba fogsz. Mennyibe is kerül neked tulajdonképpen az ingatlanod eladása. Kaptam néhány kérést, hogy beszéljek arról is, hogy mennyibe kerül egy ingatlan vásárlása. Ebben a videóban most arról lesz szó, hogy mennyibe kerül megvásárolni egy ingatlant. De mielőtt belemennénk a témába, megint csak van néhány közérdekű közleményem, szokás szerint. A legutóbbi videóban említettem, hogy készen van az árgép, ami az yhome.hu oldalon érhető el. Ugye ez egy, ez egy, KSH adatain alapuló értékbeslő szoftver tulajdonképpen. Rengeteg visszajelzést kaptam ezzel kapcsolatosan. Kaptam hideget, meleget. Sokkal több hideget kaptam, mint meleget egyébként. Hangsúlyozhattam volna jobban, hogy ez egy tesztüzem, ami elindult, mert hogy ugye most lett kész, néhányszor teszteltük, de, de nyilvánvalóan nem töltöttük ki 500-szor, mert körülbelül 500-szor töltöttétek ki, vagy 500-szor kértetek le árat ebből a szoftverből eddig. Tehát nyilvánvalóan ekkora mértékű tesztet nem csináltunk, és bizony kijött egy csomó hiba, egy csomó uh, torzítás amiket folyamatosan igyekszünk korrigálni és igyekszünk javítani ennek a szoftvernek a, hatékonyságát, hogy minél pontosabb eredményt adjon vissza. Tehát nagyon köszönöm a visszajelzéseket. Azokat a hozzászólásokat viszont nem tudom értelmezni, amik rossz indulatúak, és körülbelül arról szólnak, hogy te minek tetted közzé ezt a szart, hogyha egyszer nem működik. Én nem tudom, hogy, hogy vagytok vele, vagy azok az illetők, hogy vannak vele, akik ilyen stílusban írnak nekem. Biztos nálatok úgy működnek a dolgok, hogy amikor valamit először csináltok, akkor az rögtön tökéletesen működik. Én sajnos nem vagyok ekkora profi, úgyhogy elnézést kérek ezért, de továbbra is működik, az árazógépet lehet használni, és ahogy mondtam, csiszolunk rajta folyamatosan. Az ingyenes tanácsadás is működik, tehát ingyenes telefonos konzultáció eladók részére elsősorban. Nyilvánvalóan vevők számára is működik ez a dolog, ugye ott van a weboldalon a jelentkezéshez a link mindkét esetre vonatkozóan. És hogyha még esetleg nincsen meg, vagy ha van olyan, aki még nem tud róla, az ingatlanos tudás könyveket szeretném a figyelmetek bajlani, mint mindig, www.ingatlanostudás.hu. Ebből megtudhatjátok, hogy hogyan lehet a lehető legmagasabb áron értékesíteni egy ingatlant, vagy pedig vevőként ugye azt tudod ebből kiolvasni, mi az ideális állapot, és hogyha ettől eltérő tapasztalsz, akkor abba fogsz tudni beleakaszkodni, és ott fogsz tudni alkudni. A bevezető után, tehát akkor térjünk rá a mai témára, ami a lakásvásárlás költsége, mennyibe kerül egy ingatlan megvásárlása. E, induljunk onnan, hogy ahhoz, hogy ingatlant vásárolj, ahhoz szükséged lesz foglalóra. Tehát ez az, aminek mindenféleképpen rendelkezésre kell állnia, ez a vételárnak a 10%-át jelenti. Szokták mondani, hogy ez jogszabály szerint, meg stb. stb. Tudomásom szerint ez nem jogszabály, hanem ez szokás inkább. Bár, hogyha egy bíróságra kell menni egy ügyben, ami mondjuk, amiben mondjuk 50% foglaló volt kikötve, akkor a bíróság mérsékelni fogja a foglaló mértékét, mert hogy túlzó, tehát ez a 10% foglaló, ez egy elfogadott mérték, ettől lehet egyébként több, lehet kevesebb. A felek megegyezése szerint, tehát tulajdonképpen a papír mindent elbír, bár megegyezném, hogy 20%-nál nagyobb foglaló kikötésére én még nem láttam példát a működésen során, de ez nem azt jelenti, hogy ez nem létezhet. Tehát 10% foglalóra lesz szükséged rögtön a nulladik ponton, illetve akkor ejtsünk szót az önerő mértékéről, itt a minimális önerő, hogyha az ember hitelt vesz fel, akkor 20 százalék, de jó ezt nem ennyire feszíteni, mert hogyha ne adja Isten bármi történik, ami miatt a bank nem adja oda a maradék 80 százalékot, akkor ebből gond lehet. Tehát ha mondjuk az érték becslésnél kijön egy alacsonyabb érték, akkor a bank nem fogja odaadni a kellő összeget, és akkor bizony zsebbe kell nyúlnod, és ki kell pótolnod saját erőből a vételárat, különben bukod a foglalót. Tehát a hitelképességnek, a hitellel kapcsolatos dolgoknak javaslom, mindenképp járjál utána, azelőtt még, mielőtt bármit lépnél, hogyha szükséged van segítségre hitelben, akkor fordulj hozzánk, nagyon szívesen segítünk, a szakértőink segítenek. Mindent elintéznek egyébként helyetted, ami a hitelfelvételhez kapcsolatos. Bankfüggetlen az ő tanácsadásuk, és ingyenes a vevőink számára. ajánlom őket nagyon szívesen és nagyon jó szívvel sokszor egyébként el tudnak intézni olyan kedvezményt, amit te nem kapsz meg akkor, hogyha besétálsz a bankba. Hogy miért egész egyszerűen azért, mert tudják, hogy mit csinálnak, és mivel nagy mennyiségű hitelt viszünk a bankokhoz, ezért, ezért sokszor kedvezményeket tudunk kiharcolni. Ugye a hitelnél akkor kitárgyaltuk, hogy 20, de inkább 25% önerőre szükség van. A minimum az a 20% tehát erre készül fel. Eddig ugye ez nem volt költség egyik sem, hiszen mind a kettő szám, vagy mind a kettő összeg az ingatlannak a vételárába beleszámít. Ha nézzük akkor azt, hogy milyen költségeid lesznek. Hát szükséged lesz először is ügyvédre, az ügyvédi díj az az ügylet bonyolultságától függ, és általában fél százalék körül mozog. Azért mondom, hogy fél százalék, mert az ingatlan értékétől, illetve ügylet bonyolultságtól függően ez lehet magasabb, illetve lehet alacsonyabb is. Ha például van egy készpénzes vásárlás egy tehermentes ingatlan esetében, egy azonnali birtokbadással, akkor az viszonylag kevés munka, tehát rutin feladat az ügyvédnek, ebben az esetben mondjuk meg lehet próbálkozni alkudni, hogyha van egy olyan ügylet, ahol van 8 darab végrehajtás, három haszonélvező elidegenítés és terelési tilalom az ingatlanra beegyezve, és mondjuk még a vételának egy részét letétbe kell venni, ebbe az esetben nem fogod megúszni fél százalékat, tehát valószínűleg többbe fog kerülni az ügyvéd. Illetve hozzátenném, hogy tudomásom szerint októbertől, bevezetése kerül az elektronikus földhivatal. Hát hogy ez mennyire lesz zökkenőmentes, ezt nyilván nem tudjuk még egyelőre, de tudomásom szerint az ügyvédeknek a, a felelősség biztosítását azt jelentősen meg fogják emelni. Emiatt, tehát az ügyvédi díjak emelkedése várható. Jelenleg számoljunk mondjuk fél százalékkal. Aztán vagyonszerzési illeték. Tehát amint aláírsz egy ingatlanra egy adásvételi szerződést, onnantól fogva néhány hónapon belül, tehát egy-két-három hónapon belül, meg fogod kapni a fizetési meghagyást a vagyonszerzés illetékről. Feszegethetnénk ezt a témát, hogy akkor miért is kell vagyonszerzés illetéket fizetni, amikor 20 évre eladósodsz egy hitellel azért, hogy ingatlanod legyen, de ez nem az én reszortom, mert hogy nem én hozom ezeket a szabályokat, én csak elmondom, hogy mit kell befizetni. Tehát ha az állambácsi tartja a markát, 4% a vagyonszerzés illeték. Ez egyébként nem ördögtől való, ez minden országban van, ahogy én tudom. Ezzel a 4% illetékkel nem fogsz tudni mit csinálni, ez be kell fizetned. Vannak bizonyos esetek, amikor ezt meg lehet spórolni, illetve amikor, amikor kedvezményt lehet erre kapni. Erről írtam egy cikket, beteszem, illetve azt hiszem videó is van róla, majd beteszem szintén ide, vagy pedig a, a Leírásba ennek a linkét. Nagyon vagyonszerzés illeték 4%-hez be kell fizetni, megpróbálkozhatsz egy kamatmentes részlettel, amit vagy engedélyeznek, vagy nem maximum 12 hónap engedélyezik egyébként, ha jól tudom, tehát ezzel számolnod kell, tehát ennek a pénznek meg kell lennie. Nyilván tudod húzni az időt, de ezt előbb vagy utóbb ezt bevasolják rajtad. Aztán apróságok következnek, de szintén az ügylethez kapcsolódik. A lap lekérése 3000 forint, a tulajdonjogot bejegyzése az 6600 forint, a sürgőssége 16600 forint. Ugye ezek a földhivatalhoz kapcsolódó díjak. Aztán műszaki szakvélemény. Egy lakásnál különösebb értelme ennek nincsen, ha csak nem merülnek fel benned kérdések. Át lehet nézetni éppen egy lakást is, bár ott viszonylag kevés annak a lehetősége, hogy olyan hibák fognak keletkezni, amikre nem gondoltál. Hát egy lakásnál mondjuk vegyünk egy panellakást, ami a legegyszerűbb ebből a szempontból, legrosszabb esetben az, hogy egy komplet felújítás, tehát egy felújítandó panellakásra gondolok. Tehát ott fölösleges műszaki szakértőt kérni, mert el fogja mondani, hogy teljes mértékben felújítandó és pont. Ahol ennek relevanciája van, az egy családi ház. Tehát a családi házaknál mindenféleképpen javasolt a műszaki szakértőnek a bevonása, pláne hogyha egy idősebb házról van szó, amiben mondjuk nagyobb felújításokat kell csinálni, ott mindenféleképpen javasolt, mert komoly problémák jöhetnek elő, például ha kiderül, hogy az épület alapozása nem volt megfelelő, esetleg megmozdul az épület, vagy megmozdult, és ennek a kiavítását azt nem kívánja magának egyik vevő sem. Tehát én azt gondolom, hogy ezekben az esetekben a műszaki szakértőt érdemes bevonni. Na most a műszaki szakértőnek a díja az 50 ezer forint körül indul, és hát onnan a csillagos égig lehet ezzel menni, mert minél nagyobb az ingatlan, minél nagyobb a feladat, annál többe fog kerülni a műszaki szakértés. Szintén ide tartozik nem hétköznapi, de mondjuk a deviza fizetésnek a költsége. Ugye itt felmerülhet az, hogy te mondjuk külföldről szerzel jövedelmet, és forintba kell azt itthon kifizetni, mert az ingatlan forintba kéri. Vagy fordítva, hogy neked forintod van, de az eladó euróban kéri, mert mindig el szoktam mondani, hogy a környező országokban legyen az Románia, Ukrajna, de akár Montenegró vagy Albánia, mindenhol euró, illetve dollár alapon számolják az ingatlanokat. Magyarország egy különleges hely, ahol forintban szokás számolni az ingatlanok értékét. Minden esetre arra készül fel, hogy 50, 50 millió forintnyi eurót kell váltanod, vagy 50 millió forintot euróra, akkor annak bizonyos súlyos költsége lesz. Tehát ez ilyen, nem akarok hülyeséget mondani, de ilyen fél millió forintos téter gondoljál. Nyilván meg lehet próbálni a banktól egyedi ajánlatot kérni, de ez mindenféleképpen sokba fog kerülni. Ezt az alkunál érdemes egyébként figyelembe venni, ha a tulajdonosnak ez fixa ideája, hogy már pedig neki euró kell egy forintos környezetbe, akkor megpróbáltod lenyeletni ezt a tulajdonossal, vagy fordítva. Aztán szintén ide tartozhat, bár megint csak nem hétköznapi, a tolmács díja ami ha Magyarországon vásárolsz ingatlan magyar tulajdonostól nem merül fel. De ha nagyisten külföldön vásárolsz, mert egyre több megkeresés érkezik hozzá mi ezzel kapcsolatban, akkor ott bizony te, ha nem beszélsz idegen nyelveket, akkor neked egy tolmácsot ki kell fizetned, szintén az üdlethez kapcsolódó díj. Országa válogatja, meg nem mondom neked, hogy mennyibe kerül egy, egy tolmács, egy fordítás. Itt Magyarországon a tapasztalat szerint ilyen néhány tízzer forintból ez kijön egyébként. Aztán következő tétel, hogyha hitelt veszel fel, akkor a hitelhez kapcsolódóan van egy jó pár olyan díjtétel, amit érdemes figyelembe venni. Ilyen például rögtön a kamat. Ez evidens, és nem kell azonnal kifizetni, de ugye ez egy. hát, hát az elmúlt évben erről szólt a, a, a Duma, és erről, erről szóltak a hírek állandóan, hogy milyen magasak a hiteltörlesztők. Tehát bizony a kamat az egy olyan tétel, amivel számolnod kell. Igaz, hogy az elején nem kell annak a pénznek a zsebedben lenni, de hogy ki tudod -e fizetni, azt érdemes végig gondolni. Ebben egyébként a bank is segít neked, mert nem hagy olyan hitelt felvenni, ami erőn felüli ha csak meg nem hekkeled a rendszert, mert ugye erre azért van némi mód és lehetőség, és a magyar rafinált nép maradjunk ennyibe. Következő banki ügyletekhez kapcsolódó Díj az az értékbecslés díja, tehát hogyha a bankot bevonod, akkor az értékbecslő tuti biztos, hogy ki kell fizetni. Mert hogy ott lesz egy, tehát a bankhivatalból kéri értékbecslést, ezt te fogod kifizetni ami körülbelül 40 ezer forint, de megint csak, hogyha nagyobb méretű az ingatlan, akkor lehet akár több. Aztán közjegyzői díj, tehát hogyha a bankkal szerződsz, akkor ők közjegyzőt fognak bevonni, hogy jegyezze ellen a hitelszerződést. Miért csinálják ezt? Hát azért csinálják, mert ha te huncutkodsz és nem fizeted a hiteledet, akkor ők nem akarnak pereskedni veled, hanem azonnal a végrehajtó kezébe akarják adni az ügyet. Ez pedig ugye a közjegyző okirat segítségével lehetséges. Tehát a közjegyző által aláírt, ellejegyzett dokumentum az azonnal végrehajtandó. Tehát ezzel kikerülik a peres utat. Szóval a közjegyző valójában a banknak fontos, de a költségét veled fogják kifizetetni. Ez teljesen bevett eljárás, ez ügylet. Től függ, az ügylet mértékének 1-2 át szokta jelenteni, bizonyos esetekben jelenthet többet is. Tehát ez azt jelenti, hogy 50 milliós ingatlannál mondjuk 2 a számolva 100 forintot fogsz ott a közjegyzőnél. Aztán vannak olyan díjak, amiket általában el szokott engedni a bank, tehát ez bankja válogatja, de simán lehet, hogy felszámolnak ilyesmiket, mint hitelbírálati díj, a bankszámmal vezetésének szokott lenni díja, hitelfedezeti biztosításnak a díja. Ja, mondjuk ez fontos, tehát a biztosítás díja. Általában nem szoktak számolni az emberek, pedig ha veszel egy nagyértékű értékű ingatlant, akkor vagyon biztosítást kötni, igen, csak ajánlott. Bármi történik, mondjuk egy tűzüt ki, és akkor neked elfüstöl az ingatlan vagyonod, vagy legalábbis egy jó része, hát az nem egy kellemes dolog. Tehát ha ingatlanban tartod a pénzed, akkor biztosítást kötni kötelező. A banknál ezt nem is úszod meg, mert a bank rögtön köttet veled egy biztosítást, egy hitelfedezeti biztosítást, ami azt jelenti, hogy te fizeted, a biztosítás költségét, de a bank a kedvezményezett. Tehát bármi történik az ingatlannal, akkor a biztosító a bankot fogja kifizetni először. Létezik rendelkezésre tartási díj, ha mondjuk nem veszed fel azonnal, nem veszed igénybe azonnal azt a pénzt, folyósítási díjat is számolnak néha. Ahogy mondtam, ezek bank függ, banktól fügnek, és, és lehetnek kisebb- nagyobb tételek. Mivel versenyeznek a bankok az ügyfelekért, ezért az a tapasztalat, pláne a mi szakértőink által intézett hiteleknél, hogy ezeket azért vagy így vagy úgy, de meg lehet spórolni ezeket a költségeket. Aztán a hitelhez kapcsolódóan vannak olyan díjak, amit szintén nem kell az elején kifizetni, ezek mondjuk az elő, illetve a végtörlesztés díja, illetve létezik egy úgynevezett monitoring díj, amikor is megint csak akkor van, amikor nem fizet rendesen, és akkor a banknak külön oda kell figyelni rád, akkor felszámolnak egy úgynevezett monitoring díjat. És akkor említhetnénk a mindenféle büntető kamatokat, szintén olyan esetben, amikor nem fizetsz, de ezt erre most nem térnék ki. Tehát ezek voltak a hitelnek, illetve a hitelfelvételnek a díjai. A költözés, tehát a költözés, illetve a raktározás. Ha nulláról költözöl úgy, hogy nincs semmi, nincs bútorod, akkor nyilván ez, nyilván ez nem merül fel, mert fogod magad, becuccolsz az ingatlanba is pont. Bár akkor is be kell majd szállítatni az új bútoraidat, tehát ott akkor is felmerül egy költözés díja. Tapasztalatból mondom, a homestaging szolgáltatást, amikor igénybe veszik az ügyfeleink, tehát megrendelünk, amikor valaki ránk bíz egy ingatlant, és megrendelünk egy homestaging szolgáltatást, akkor ott, ha bútorokat kell mozgatni, akkor a szállítás az egy igen komoly tétel. Tehát tegyük fel mondjuk 500.000 forint a teljes költsége a homestagingnek, abból simán lehet, hogy 100.000-200.000 forint volt a szállítás díja. Tehát itt nagyon nem mindegy, hogy honnan kell vinni a bútort, hová kell vinni a bútort. Harmadik emelet lift nélkül iszonyatosan meg fogja drágítani, hány embert, hány melóst kötsz mennyi időre. Tehát ugye az emberi erőforrás az, az, marhasokba kerül most már. Szóval a költözés az egy komolyabb tétel lesz mindenféleképpen, erre nyugodtan számolj. Hogyha annyi cuccod van, tehát valamit eladtál és át kell költözünk egy másik ingatlanba, akkor ugye itt felmerül egy raktározás költség is, ami azt jelenti, hogy neked egy raktárt kell bérelni x időre, a cuccodat oda kell szállítani, esetleg onnan majd el kell szállítani. Egyébként zárójelben mondom, hogy ha valaha láttál ilyen, ilyen, vannak voltak ezek a sorozatok a discovery meg a nem tudom melyiken, hogy ilyen, ilyen, amikor ilyen raktárakat nyitottak fel, és akkor onnan lehetett licitálni, hogy akkor megveszed vagy nem veszed. Körülbelül az a sztori, hogy amit így beraktározol, néhány év múlva, mert hogy eszedbe se fog jutni, hogy ott van, illetve hogy mi van ott, mert hogy nem vezetsz róla ilyen, készletnyilvántartást, ilyen, ilyen készlet nyilvántartást, hogy mi van a raktáradba. Tehát amit letettél a raktáradba, az ide a bökült, hogy nem lesz rá szükséged a büdös életbe se. Szóval ennyit a raktározásról, de mégiscsak csak érdemes vele számolni. Aztán létezhet olyan, hogy ingatlan adó, építményadó, hol, hol uh hol és hogyan nevezik ezt a tételt. Ezek általában nem egyökör ára, tehát egy pár tízezer forint évente, amit ki kell fizetni, ez településtől függ, önkormányzatól függ, hogy ki szabe ilyet, illetve nem szabe ilyet, erről dönthetnek saját hatáskörbe az önkormányzatok tudomásom szerint. <kül> és jelenleg sehol nem egy kifejezetten nagy tétel. Hogyha ne agy isten, komolyabb tétel lenne ez az adó, akkor akkor az felvetne további kérdéseket, de per pillanat ez van, tehát nem egy nagy pénz, de érdemes vele számolni. Aztán a felújítás költségei, tehát amikor nem új ingatlant veszel, hanem nem használtat, ami az eseteknek a nagy többsége, itthon Magyarországon, akkor bizony fel fog merülni a felújításnak a költsége. Mire gondolok itt? Tehát mondjuk veszel egy, egy átlagosan jó állapotban lévő ingatlant, akkor is ki fogsz festeni. Ha ö, kifestesz, akkor ugye ott biztosan lesz bútormozgatás, anyagmozgatás, bár néhány festékes vödröt és mondjuk ö, glettes zsákot, nem olyan nagy cucc felcipelni. De egy nagy takarításra, tutira szükség lesz utána, aztán felmerülhet egy használt ingatlannál a kiürítés témaköre, hogy a benn lévő cuccokat kinek a felelőssége elvinni. Ugye itt előszokott fordulni, hogy a tulajdonos azt mondja, hogy hát akkor én ott hagynám már azt az egy-két cuccot, és akkor majd csinálsz vele, amit akarsz. Itt tudja róla, hogy a kiürítés elszállítás az akkor a te feladatod, illetve költséged lesz. Hát és akkor mindenféle apróságokról lehet beszélni, nem tetszik a csillár lecserélem, nem tetszik a függöny lecserélem. Egyébként meglepődsz azon, hogyha a függönyöket nézeget, hogy mennyi pénzbe kerül például felfüggönyözni egy lakást, azért nem egy olcsó tétel. Már úgy értem, hogy jó, én férfi vagyok, és nyilván nincs az ilyen dolgokhoz érzékem se affinitásom, de egy rohadék függöny miért kerül 180 ezer forintba? már, hogy egy egész lakást felfüggönyözni. Tehát ez nekem, megmondom, őszintén meglepetés volt, amikor először csináltam ilyet. Nyilván az, az én szegénységi bizonyítványom, hogy ezzel mondjuk nem számoltam. Tehát mindenféle ilyen kisebb, nagyobb apróság, parkettát cserélek, konyhabútort frissítek, fürdőszobát újítok fel, stb. stb. Ezek mind-mind súlyos százezerek milliók, és akkor egy szépen pörög a számláló felfelé. Egy használt lakóingatlannál egyébként, hogyha mondjuk egy 20 éves kéróról beszélünk, akkor ott előfordulhat, hogy elkezded megbolygatni, és ott elkezdenek kidőlni a, a csontvázak a szekrényből. Tehát megbolygatod a tapétát, mert nem tetszik, és elkezded lehúzni, és egy négyzetméterrel leomlik a vakolat Puty. Na, hát ebben az esetben akkor vakolni is kell, ezt se úszod meg, tehát így épp, szépen sorba jönnek. Leszeded a csempét, mögötte ott van a vízhálózat. Hát akkor már vízhálózatot már illene kicserélni egy 25 éves épületben, akkor elkezded, akkor kicseréled ugye a, a, a vízhálózatot. Ha már kicserélted a vizet, akkor már villanyt, azt már miért ne cserélnéd ki, akkor kicseréled a villanyt is, Főleg, hogyha egy-két nagyobb fogyasztót beteszel, tehát például villanytűzhelyben gondolkozol, meg klímában, mióta, mióta mediterrán ország vagyunk, ugye kifejezetten szükség van a klímára, és akkor itt szépen, szépen pörögnek a számok felfelé. Szóval én azt gondolom, hogy egy felújításnál a minimum az a 200 forint per négyzetméter, és akkor nem csinálta nagy dolgokat, de inkább, tehát ha egy full felújításba belemész, ahol mondjuk födémcsere és a többi is bejönnek a képletbe, mert hogy simán lehet, akkor ott ilyen 400.000 fontos négyzetméter árakkal lehet számolni, amit a felújításra el fogsz költeni. Aztán, ha mondjuk családi házról beszélünk, akkor ott lesz egy csomó olyan tétel, amely lakásnál nincs. Mik ezek? Kert, kerítés, padlás, pince, tetőszerkezet, homlokzat, garázs, nyári konyha és a többi, és a többi. Tehát van egy csomó minden, amely lakásnál nincs. Mert egy lakást megveszel, egy társasházban a tetőszerkezet felújítása nem a te felelősséged. Nyilván be kell szállni, ha ott valami van, tehát a költségeken osztozol a többiekkel, de nem a te dolgod lesz azt felújítani. Most ez egy másik kérdés, hogy hogyan működik a társasház, hogy ez fel lesz-e újítva valaha vagy nem, de ezt is hagyjuk, mert azért most már van egy jó pár jó működő társasház, ahol azért történnek az események. Tehát egy családi háznál ezekre fel kell készülni, és az emberek nem értik, mikor mondom, hogy család családi házban élni az luxus. Tehát ha tetszik, ha nem tetszik, az luxus, és bizony onnantól fogva beköltözöd egy családi házba, mondjuk egy nagyobb kertel, onnantól fogva az neked állandó karbantartási feladatokat fog osztani. Egy lakás is, de egy lakásban sokkal kevesebb dolog romolhat el, tehát az nem lesz állandó, pláne ha egy darab lakást tartasz fenn. Ha mondjuk már egy ötös-tízes portfólióval zsonglőrködsz, akkor az is egy állandó karbantartási feladatot fog neked osztani. És akkor kell ejtenünk néhány szót arról az esetről, amikor építési vállalkozókkal bocsátkozol tárgyalásokba, és beleszaladsz olyan kisebb-nagyobb pofonokba, hogy jön egy építési vállalkozó, vagy nevezzük inkább építési próbálkozónak, aki fogja magát, előleget vesz fel tőled, és holnap nem veszi fel a telefont. Vagy mondjuk felvonul, elkezdi a munkát, de mondjuk egy hét után már ő éppen máshol dolgozik, mert az neki jobban tetszik, meg ott neki többet ígértek, és akkor ott hagy téged egy ilyen félig szétvert kéglibe, aztán old meg, ahogy akarod. Aztán olyan is előfordulhat, hogy a kivitelezés minősége szar, és akkor azt vissza kell bontani és újra csinálni. Ezek azért így benne vannak a pakliban, mint buktatók. Ezért erősen javaslom, hogy építési vállalkozót azt ajánlás útján szerezzél, vagy pedig szerez nagyobb munkák esetén egy generál kivitelezőt, akivel szerződés köt, ködbérekkel, garanciákkal esetleg, ha tud mutatni referencia munkákat, azt néz meg előre, és készülj fel arra, hogy tehát ugye határidők ködbérek legyenek a szerződésbe, és készülj fel arra, hogy ezeket a ködbéreket esetleg be is kell neked hajtanod. Vagy ugye lehet azt csinálni, hogy fogod magad, és elkezded kitanulni a felújítási munkálatokat, egyes -egy szakiparokat, és akkor is ja, összerántod a familiát, ha még tudsz ilyet csinálni, és hát do it yourself, fogjál neki szépen, és akkor újítsál fel te magad, ebben az esetben rengeteg pénzt meg tudsz spórolni, és rengeteg mindent meg fogsz tanulni az építőiparról, ebbe biztos lehetsz. Hát ilyenkor, bár nem kell kifizetned a, mondjuk a munkadíjat, de hát elő fog fordulni az, hogy valamit megcsinálsz, és nem lesz jó. És akkor azt vissza kell bontani, és újra kell csinálni. Előbb-utóbb meg fogod tudni oldani, ez szinte biztos, de bizony ebbe időt, energiát kell tenned. Hogy miért fontos ez? Van az a mondás, hogy az idő pénz, és sokan ezt sem értik. Hát milyen hülyeség már, nah, hát akkor ezt nem kell kifizetni saját zsebből, mert akkor csak fogom meg mondom, hogy megcsinálom, és kész. Persze, ha időmilliómos vagy, akkor ezt meg tudod csinálni. Ugyanaz ez, mint a lakás eladás, vagy mondjuk a lakás lakáskeresés, hogy csinálhatod te magad, ha van -e ez kedved, és van erre időd és energiád és értesz hozzá, és, nem, ad, és, és, már megtanultad korábban, stb. Ehm, akkor csináld. Ha nem, akkor meg itt vagyunk, és állunk rendelkezésre, nagyon szívesen megoldjuk, nagyon szívesen megoldjuk az eladást, és akár a felkutatást is. Na de visszatérve, tehát ugye akkor ebbe bele kell tenned időt, energiát, és ahogy mondtam, az időpénz. Ugyanis, mire kitanulod azt a szakmát, az neked rengeteg időbe fog telni, és valószínűleg pénzt is fogsz költeni erre, mert ha hát ilyen-olyan tanfolyamokat, ö, ö, mindenféle ö, infoanyagokat meg fogsz vásárolni. Tehát közben, amíg ezt csinálod, foglalkozhattál volna a saját munkáddal, és akkor bevételt termeltél volna. Tehát ebbe az esetbe az idődnek az ára, az a meg nem termelt, az általad meg nem termelt, meg nem keresett pénz mennyisége. Ha már itt tartunk, akkor kell beszéljünk egy olyan fogalomról is, ami a a tőke alternatív költsége. Hogy mit jelent ez? Hát ez azt jelenti, hogy ha mondjuk 50 millió forintért veszel egy ingatlant, akkor ahelyett, hogy ezt az összeget a lakhatásodra költöd, ahelyett mondjuk be is fektethetted volna. Ilyenkor azokat a befektetési formákat szokták hasonlítani, amik, amik így általában kockázatmentesnek vannak ítélve, például a, a, az államkötvény, ez egy ilyen, tehát ami állami garanciával lehet befektetni. Ebben az esetben 9,9%-ot fizet most jelenleg a, a most jegyezhető államkötvény. Azaz mondjuk legyen 10%, tehát az 50 millió forintot a következő évben 5 millió forintot hozhatott volna neked, ha nem ingatlanba fektetted volna, hanem állampapírba hagytad volna. Tehát ez is egy olyan tétel, amit nem kell kifizetned előre. De általában az emberek ezzel nem számolnak, és azt gondolom, hogyha megértené a, a magyar ö, lakosság például ezt a fogalmat, hogy a tőke alatt az alternatív költsége, akkor mindjárt egy kicsit jobban lennénk mi pénzügyileg. Mert ö, mi azt gondoljuk, hogy nekünk, magyaroknak nagyon nehéz pénzt keresni, nekünk nagyon szar itt hol lenni, és mindenki irány svájc vagy legalább Ausztria és nekünk szarabb még, Ukrajnánál is szarab, nekünk pedig ott háború van, de talán az ukránoknak se sír annyira a szája, mint néha itt a magyaroknak. Mert hogy bal sorsak itt régen tép. Na de hogyha tehát egy ilyen fogalommal tisztában lennénk, mint a tőke alternatív költség, akkor mint nem a párnába dugdosnánk a pénzt, hanem akkor azt a kis pénzt is dolgoztatnánk, munkára bírnánk, és akkor mindjárt nem arról szólna a sztori, hogy megkerestem egy évbe mondjuk Keresek. mennyi pénzt keresek egy évbe, keresek mondjuk 8 millió forintot egy évbe, plusz az 50 millió forint megtakarításom hozna nekem még ötöt. Ha, köszönöm szépen. Mindjárt nem volt olyan nehéz pénzt keresni, mert hogy ez a fecni, amit mi pénznek nevezünk, az egy illúzió. Tehát igazából semmiféle értékkel nem bír, egyetlen értéke van a pénznek, a munka, amit mi mögé teszünk, és véres verejtékünkkel meg termeljük. Hitelpénz, ugye hitelpénznek nevezik a jelenlegi pénzrendszert, mert hogy a pénznek a fedezete az a hitel amit te, meg én, a véres verejtékünkkel fogunk kitermelni és úgy visszafizetni. Szóval, ahogy mondtam, ezt a pénzt, tehát ezt a tőke alternatív költséget, ezt nem kell kifizetni, de gondoltam, hogy ejtsünk róla a szót, mert, mert a teljes képhez ez hozzá tartozik. Szóval, aztán felújítottad, kérót, készen vagy, és akkor van egy kéglid, ami be bemész, és akkor elkiáltod magad, és visszhangzik, mint állat, mert hogy kong az ürességtől. Na, hát akkor ezt be kéne bútorozni, illetve kéne bele gépeket is tenni, mert kell lapos tévé, meg kell légkondi, meg kell villanytűzhely, meg kell mikrosütő, meg stb. stb. Hát itt megint az igényszintekhez mérten a világpénzét pénzét el lehet költeni bebútorozásra, Adnék egy-két tippet, amivel tudod csökkenteni a költségeidet. Nyilván, ha van pénz dögivel és nem számít, akkor vegyél legépeket, meg, meg amit csak szeretnél, meg e, csiliárdos kanapét, meg franciágyat, meg mindent. Hozzá tenném, hogy a franciágy, ez mondjuk egy elég fontos tétel, mert amikor tehát két dolog van, ami ennyire fontos, az egyik a cipő, a másik az ágyad. Miért? Mert ha nem az egyikbe vagy, akkor a másikba vagy. Tehát azt gondolom, hogy itt a kényelmet, azt érdemes és mindenféleképpen kell megfizetni. Egyébként meg azt mondom, hogy ha bútort akarsz vásárolni és mondjuk spórolni akarsz, vagy gépeket akarsz vásárolni és spórolni akarsz, akkor érdemes szétnézned a használt piacon. Tehát használt bútort, használt gépet vásárolni, töredékébe fog kerülni, mint megvenni azt újonnan. És bizony lehet nagyon jó minőségű cuccokat találni. Szóval ha éppen itt már probléma, a, berendezés, akkor azt én azt javaslom, hogy így old meg. Nyilván itt is bele kell tenned majd egy csomó időt, energiát arra, hogy találj jó cuccokat, de talán megéri, mert ezt, tehát a bútorozást úgyse úszod meg. És akkor persze meg kell még említenünk azt az időenergia mennyiséget, amit beleteszel abba, hogy ingatlant találj, tehát hogy megtaláld a megfelelő ingatlant, és hát közben ugye belefúsz majd néhány pofonba, tehát kimész 35 ingatlan megnézni, amiről kiderül, hogy egyik sem olyan, mint amit a hirdetésben leírtak, aztán esetleg kiderül, hogy komoly jogi problémák vannak, vagy mondjuk mondjuk belefogsz egy alkuba, és a tulajdonossal nem bírsz, tehát az alkú során nem bírtok egymással. Vagy ne egy Isten kézbe csaptok, megígér fűtfát a tulajdonos, aztán utána hoppon maradsz, mert mégis odaadta valaki másnak, aki ráigért 200 forintot a te áradra, csak neked már elfelejtett szólni, hogy mondjuk át tud gondolni, hogy akarod emelni, vagy sem. Hát ugye ezeket a tételeket, tehát ez megint csak nem kell kifizetni ebbe, időt, energiát kell beletenni, és tehát ezeket a tételeket úgy tudod megúszni, hogyha kiszervezed az ingatlan keresést, például nekünk. Nyilván ez egy utalékos uh, sztori, tehát ha sikerül megtalálnunk a megfelelő ingatlan, akkor azért nekünk sikerdíjat kell, hogy fizes. De ezt mondjuk meg tudod úszni. Megint csak egy kényelmi szolgáltatásról van szó, tehát ha egyedül akarsz keresni, nyugodtan csináld, de uh, tudjál róla, hogy van olyan lehetőség, hogy ezt ki tudod szervezni. Megmondom őszintén, rengeteg, keresést, rengeteg megkeresést kapunk vevőktől. A kapacitásunk tehát, tehát nem sokára ott tartunk, hogy várólista lesz. Igyekszünk azért mindenkit kiszolgálni. Elsőnek a szerződött ügyfeleinket fogjuk kiszolgálni mindig és minden esetben. Tehát azt, aki megbízott minket azzal, hogy keresünk egy, egy ingatlant, és erre, és erre szerződés kötöttünk, akik a vevő listánkra feliratkoznak, természetesen azokra is igyekszünk figyelni, de a vevőlista továbbra sem garantál semmit. Tehát ha lesz találat, szólunk, de ha nem lesz találat, nem, nem fogunk szólni. És ennyi, tehát ebbe a témába azt gondolom elmondtam, amit szerettem volna. Na, csináljunk egy kis összegzést. Tehát, hogy akkor mibe is kerül megvásárolni egy lakó ingatlant? Tegyük fel azt, hogy 50 millió forint a vételár, amit el szeretnék költeni ingatlanra. Ez esetben az illeték, az ugye 4 tehát 2 millió forint lesz a vagyonszerzős illeték. Ügyvéd fél százalék, tehát 250 forint, tulajdonilap 3 ezer forint, tulajdonokbejegyzés 6.600, sürgősség nélkül egyébként 16 lenne teljesen mindegy. Műszaki szakvélemény, vegyük azt, hogy ezt is kértél, ez mondjuk legyen 50 ezer forint, értékbecslés díja 40 000 forint. A banki költségeket nem egyszerűséggel nullára vettem, hogy ez ne bonyolítsa a dolgot, ez egy Közjegyzői díjat írtam 100.000 forint, a költözésre 200.000 forintot írtam, a felújítást, tehát vegyük azt, hogy kisebb-nagyobb felújításra kell költeni, legyen mondjuk 2 millió forint, és gépek 1 millió forint. Ha ezt összeadom, akkor kijön, hogy ez 5.649.600 forint. Tehát én azt javaslom, hogy ingatlant vásárolsz, akkor számolj úgy, hogy a vételáron felül neked legyen további 10% a zsebedbe ezekre a bizonyos tételekre. Tehát ha 50 millió forintért vásárolsz, akkor legalább még 5 millió forintod legyen pluszba. Ami, ha nem kell, és nem kell elköltened, akkor az tök jó, hogy ott van, és tök jó, hogy van tartalékod. De ha meg szükséged van rá, akkor, 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 akkor ne kelljen elakadni a folyamatnak ott, hogy, hogy esetleg erre nincsen már kereted. A felújításhoz még egy gondolat, hogyha felújítandó ingatlant veszel, akkor ott arra is számolj, hogy a bank a vételárat fogja megfinanszírozni, a felújítási költségedet nem. Pontosabban egy hagyományos ingatlan vásárlási a hitelben nem. Tehát, hogyha hitelből akarsz felújítani, akkor ott egy újabb hitel konstrukcióban egy szabad felhasználású hitelt kell megvásárolnod, ö, felvenned ahhoz, hogy meglegyen a fedezeted a felújításra is. Nyilván a szabad felhasználású hiteleknek a kamata az magasabb lesz, mert hogy nincs mögötte ingatlan fedezet. És itt felmerül az a kérdés, hogy akkor a vásárlási hitelt plusz a szabad felhasználású hitelt egyszerre elbírja el a te tehát lesz -e annyira hitelképes, hogy a két hitelt fel tud venni. Szóval számolja felújítási költséggel előre, és számolja azzal, hogy a bank azt a hagyományos a nem finanszírozza meg. Eddig tartott a mai rész, remélem, hogy segített nektek ez a kis szösszenet. Amennyiben igen, iratkozzatok fel, hogy nem maradjatok le a következő tartalma, tartalmakról. Ja igen, március 3-án élőben is tudunk találkozni, hogyha eljöttök a Peter Jones által szervezett kis rendezvényre. A linket megtaláljátok a leírásban. Köszönöm, hogy itt voltatok, minden jó sziasztok!